Összegyűltek az igények a kiszállításra váló élelmiszerekből és gyógyszerekből, így elindulnak az önkéntesek a beszerzésre. A folyamat két részből áll, a szükséges anyagok vásárlását követően osztják szét csomagokra, majd szállítják ki a megrendelőknek. Tegnap én a patikába voltam, megkaptuk a csomagot, hogy mit kell a néniknek, öreg idős néniknek, bácsiknak venni, és utána visszamentünk az óvodába, és ott elszámoltunk, és aztán ki kellett vinni autóval a néniknek, meg a bácsiknak, az időseknek, de nagyon örültek nekünk, tehát nagyon hálásak voltak, hogy segítünk nekik. És kérdezték is tőlem, hogy pénteken is éljök. Most még szerintem annyira ők se tudták felfogni ezt a helyzetet, mert azért ez Magyarországon még két hete van, de tehát jól viselték. Tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt felfogták, hogy ők nekik otthon kell maradni. Ez az ő egészségüknek nagyon, tehát hogy ők nehogy megbetegedjenek, és tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt komolyan veszik. Véleményem szerint fontos, hogy segítsünk az időseknek, akik már nem tudnak kimenni, akik már betegek, hogy nehogy elkapják ezt a vírust. Mi voltunk az elsők az Ágival, akik kimentek időseknek vinni mindenféle gyógyszert meg élelmiszert, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés a kormánytól is, meg hát az önkormányzattól főleg, hiszen ők koordinálják ezt az egészet. És bevásároltunk az időseknek a kívánságai alapján, ezt listázták a gondozási központban, mi már a kész anyagot meg a pénzt kaptuk, úgyhogy az önkormányzat kis busszal elszállítmányozott bennünket, vittük a kis papírjainkat, a pénzt, és mindent össze tudtunk vásárolni. Úgyhogy egyikünk ment a gyógyszertárba, másikunk az élelmiszerboltba, és megpróbáltunk mindenből az olcsóbbat vásárolni, de hát olyan drágaság van, hogy ez elég nehezen jött össze, de mindent kaptunk, és nagyon-nagyon örültek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor átadtuk ezeket a csomagokat, akkor volt, akinek még könnyű szakadt a szeméből, úgyhogy meg sokat beszélgettek. Hiába nem tudtunk elszakadni tőlük, mert látszik, hogy nagyon sokat vannak egyedül, ezért is van ez az egész kezdeményezés, és kívánták azt, hogy társalogjunk is a kapuba velük. A társas kapcsolatokat így valahogy mégis tudjuk megsegíteni, nem megsegíteni, de egy kicsit föl, a magányokat egy kicsit föl lazítani ezzel. Ahogy hallottuk, egyelőre kellő számú önkéntes áll rendelkezésre, de a helyzet a vírus veszély miatt hosszú időre elmúlik, egészen biztosan szükség lesz további segítők bevonására. Nem csak a bevásárlások megszervezéséhez, sokkal inkább a társas kapcsolatok bonyolításához.